turonyi emberöléssel adósok vagyunk. Ezt mondta még ez év februárjában a megyei rendőrkapitány. Azonban március 23-ától már ez nem igaz. Itt a rendőrség! A törvény nevében! Felszólító! Ez a rendőrségi felvétel a turonyi gyilkossággal vádolt férfi elfogásakor készült. Csütörtök este saját otthonában vették őrizetbe a helybeli 26 éves férfit. Itt már a tárgyaló teremből hozzák ki a gyanúsítottat a pécsi járásbíróságon meghallgatása után. Előzetes letartóztatásáról döntöttek péntek kora délután. Elrendelte a bíróság a gyanúsított előzetes letartóztatását egy hónap időtartamra, mivel olyan jelentős mértékű szabadságvesztés büntetés kiszabása várható, amely megalapozza a szökés elrejtőzés veszélyére való hivatkozást, illetőleg ezen kívül a tanúk befolyásolásának a veszélye is fennáll az ügyben. Akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat a vádlott. A nyereségvágyból koránál fogva védekezésre képtelen férfi megüléséért. A 26 éves elkövető elfogása után beismerő vallomást tett.